Készülnek a segélycsomagok a bonyhádi család segítőben. Közel 1000 kiló élelmiszert szortíroztak ki, hogy aztán ezt napokon belül a város képviselőtestületének tagjai eljutassák a nagycsaládosoknak. A gondozási központ és a család segítő és gyermekjóléti szolgálatnak a nyertes pályázatának köszönhetően a nagycsaládosok egy élelmiszer csomagot kaptak, amiben a eljutatásában a képviselők, az önkormányzat képviselőtestületének tagjai voltak segítségünkre, és a napokban jutatják el ezeket az élelmiszercsomagokat valamennyi bonyhádi nagycsaládos részére. Ők több mint 130-an vannak, úgyhogy jelentős segítség, bízom benne, és ez nem szociális rászorultság alapján, mert mindenki, aki legalább három vagy annál több gyermeket nevel, ilyen adományban részesül. Másrészt az is nagyon örömteli, hogy magán felajánlásból, a Bonyhádi Komoil cégnek a felajánlásából vezérigazgató tegnap átadott számomra 102 liter, 1 literes készfertőtlenítőt, amit szintén fel tudunk használni a város intézményeiben, óvodákban, bölcsödékben, vagy akár a rászoruló családoknak, és szintén szétosztásra kerül a napokban. A Családsegítő Központ munkatársai egy egyesületet működtetnek, mely az Életút nevet viseli. Ez a szervezet nyerte el az imént említett pályázatot. Most új program indul, melyben a középiskolások is részt vesznek. A Magyar Élelmiszerbankkal működünk együtt, az idei évben is elnyertük a karácsonyi gyűjtést. Két áruházban is tudunk gyűjteni, melyhez sok önkéntesre volt szükség. A középiskolások jelentkeztek nálunk, akik ugye közösségi szolgálat keretein belül tudják ugye abszolválni ezt a fajta munkát. A gyűjtésben ők nagyon sokat segítenek. Zömmel szorolaposztást fognak végezni. A gyűjtés a következő napokban veszi majd kezdetét. Aki esetleg nem tud eljönni, illetve ezen felül is szeretne adományozni, akkor nagyon szívesen látjuk a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ irodájában. Ide behozhatja akár tartós élelmiszert, játékokat a Perce utca 27-ben. A tavalyi gyűjtés során olyan 1000 kiló körül tudtunk gyűjteni. Rengeteg családnak tudunk segíteni a bonyhádi járásban, nem csak Bonyhádon és Bonyhád külterületein, hanem a járás 24 településén rengeteg családot tudunk ezáltal elérni, és ebben az időszakban, ugye a veszélyhelyzetben amúgy is ugye feladatunk a segítés, és feladatunknak érezzük azt, hogy ilyen helyzetben még inkább támogassuk a családokat, ezért a munkatársaink karácsonyi díszeket, ablakdíszeket, asztaldíszeket készítenek, ezeket a Facebookon meg tudják tekinteni az oldalunkon, és megvásárolhatják, személyesen bejönnek, és innen elvihették ugye a díszeket. Az értékesítésből befolyt összeg is a családok támogatását célozza, a pénzből élelmiszert vásárolna a családsegítő. Filoni Ferenci Bolya polgármester arról is beszámolt, folyik a tesztelés a város intézményeiben annak érdekében, hogy kiszűrjék a COVID-pozitív dolgozókat. Ami ebben örömteli, azon túl, hogy tisztában látunk, és tényleg akik, ról kiderül, hogy pozitívak karanténban vonulnak, és nyilván így tovább nem fertőzik a környezetüket. A szűrést, a szervezést, azt mi magunk is kézbe vehettük, és segíthettünk a kormányhivatalnak ebben, és nagyon örülök annak, hogy a város intézményei, a védőnök mind a hatan önként és azonnal a kérésemre jelentkeztek erre, hogy a teszteket elvégezzék, valamint az iskolafogászok. Úgyhogy 5 helyszínen, 5 párost alkotva most is zajlik ez a tesztelés az intézményekben, ez folyamatosan zajlik, és zajlani fog még 3 héten keresztül. Bonyhád polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy minden rászoruló számára élnek a gondozási központ segélyvonalai, ahol várják továbbra is a hívásokat.